Tisztelt Újvárosi Régió! Árgyalán János vagyok, a Mi Hazánk mozgalom képviselő jelöltje. Kérem, tekintsék meg rövid bemutatkozó filmemet. Azt mondják a pusztaszabolcsiak, hogy a túloldalra születni kell. Egy vasúti csomópont, egy nagyon forgalmas vasúti csomópont vágja ketté a települést, ami most már évtizedek óta jelent nagyon nagy problémát a pusztaszabolcsiak számára. A megoldás egy vasúti felüljáró vagy aluljáró építése lesz. Sok-sok ercsi polgárral beszélgetve az a tapasztalatom, hogy Ercsiben a legnagyobb probléma még mindig a cigány-magyar együttélés. A legfontosabb feladatunk, hogy az írott és íratlan társadalmi szabályokat, az együttélés szabályait betartsuk és betartassuk. Ha Dunaújvárosról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül a vasműügye mellett. A Mi Hazánk mozgalomnak egyértelmű álláspontja van ezzel kapcsolatban. Nemzeti hatáskörbe kell venni a vasművet, hiszen ez stratégiai ágazat, jelenleg külföldi kézben van. Vegyük vissza a vasművet, legyen megint magyar tulajdonban. Iváncsán vagyunk, amely a térség egy dinamikusan fejlődő kis települése. De ez nem véletlen, hiszen a Fidesz a régió egyik kiemelt településeként tekint Iváncsára, és második központként kezeli és kezelte mind a mai napig. Erről a településről indul az egyik független ellenfelem, Iváncsa polgármestere. A helyi emberekkel beszélgetve meg vannak elégedve a polgármester munkájával, ezért én innen kívánok neki hosszantartó, sikeres polgármesteri munkát, és ígéretet teszek arra, hogy országgyűlési képviselőként a térség minden települését, beleértve Iváncsát is segíteni fogom. Dunaújváros akut problémája a környezetszennyezés és a légszennyezés. Az újvárosi gyárakat és üzemeket rá kell kényszeríteni, velük be kell tartatni a környezetvédelmi előírásokat. Kérem, segítsenek abban, hogy az érdekeinket együtt tudjuk érvényesíteni, és a hatóságok és az önkormányzat is partner legyen ebben. Adonyból egy sikertörténettel szeretnék önöknek, nektek beszámolni. A közösség és a közösségi összefogás sikertörténetét szeretném elmondani. A kampány elején találkoztunk Rózsika nénivel, aki azzal keresett meg minket, hogy hamarosan el kell hagynia a házát, hiszen a megemelkedett albérleti díjat nem tudja fizetni, és az utcára fog kerülni. Egy felhívást intéztem az interneten, és nagyon-nagyon sokan vittek élelmiszert, próbáltak segíteni Rózsika nénnek, de a legnagyobb segítség Mezőfalva Szőlőhegyről érkezett, ahol egy kedves család felajánlotta, hogy az üresen álló kis házukat ingyen bérmentve odaadják, beköltözhetnek Rózsika néni és a fia, aki alkalmi munkákból tud hozzájárulni a költségekhez. Hamarosan a Mi Hazánkosokkal, aktivistákkal és tagjainkkal beköltöztetjük Rózsika nénit az új házába, és a fiának is találtunk munkahelyet. Nagyon köszönöm ezt az összefogást, és nagyon büszke vagyok az újvárosi régióra. Míg Dunaújváros iparváros, gyárváros, addig a régiónak ezt a csücskét, perkátát sokkal inkább a mezőgazdaság határozza meg. Innen keletre és délre a Mezőföld és Fejér megyei legjobb földjei terülnek el. A Mi Hazánk mozgalom mezőgazdasági programjában azt a célt tűzte ki, hogy a kis és középvállalkozásokat fogja támogatni, és olyan termékeknek az előállítását, amely sok munkaerőt igényel, és valódi értéket állít elő. A nagyvenyimi utcai beszélgetéseink során az emberek elmondták, hogy Nagyvenyim ezer szállal kötődik Dunaújvároshoz, sokkal inkább, mint a régió bármely más települése. Továbbá azt is elmondták, hogy nagy szükségük lenne egy kerékpárútra, amely még közelebb hozná Dunaújvárost és Nagyvenyimet egymáshoz. Az elmúlt években az újvárosi régió és Dunaújváros a Fidesz és a balliberális tömb játszóterévé homokozójává vált. Dunaújváros többet érdemel, az újvárosi régió ennél sokkal többet érdemel. Február 16-án a döntés az önök kezében van. Kérem, szavazatukkal támogassanak, és támogassák a Mi Hazánk mozgalmat.